Üdvözlöm! Ön a Sziesta legújabb adását látja. Hát lassan kijelenthetjük, hogy elmúlt egy tél, annak minden szépségével és persze zimankójával. És itt a tavasz, amikor már tényleg, ha a rövid ujjú még nem is indokolt, de talán már a téli kabátot elfelejthetjük. Sajnos a báli szezont is, és ezzel együtt a farsangot. Azért egy picit még visszakanyarodunk erre a témakörre, hiszen február végén a Margaréta otthonban egy kifejezetten mulatságos és vidám farsangot tartottak az ott lakó idősek. Ráadásul azt is megmutatták, hogy a humornak ezer formája van, és nem csak bolond jelmezekkel, hanem egy igazán jól megálmodott műsorral is. Tényleg kacajt lehet csalni a nézőközönség arcára. Csütörtökön délután összeütközött egy kerekesszék a konyhaajtóval a Margaréta nyugdíjas otthonban. A baleset résztvevői csak könnyebben sérültek, stábunk első kézből értesült az eseményről. De szerencsére van egy szavaihető szemtanunk, Szentfüves Otokárné. Szentfüvesné mit látott? Hát magát. De az esetből? Hát én mindent láttam. De mit? Hát, hogy ott? Az otthon lakói egy egész televízió műsorral készültek a farsangra, minden humorukat és öniróniájukat egybesűrítve egy igazi szellemes műsort hoztak létre. A veszekedés helyett persze inkább a jókedv volt a jellemző az előkészületeknél is. Az idősek közel másfél hónapon keresztül készültek a műsorral. Szereplőket is könnyű volt toborozni. A 250 lakónak minden részen van mentálhigiénése és foglalkoztatója. Tehát megtalálják azt a foglalkoztatási formát, illetve mentálhigiénés munkát, amiben ugye a kortolés, nemtölés, betegségtől függetlenül tudunk foglalkoztatni. A mentálhigiénés csoport szervez, igen, a megilletődöttség azért látszik rajtam, mert nekem ez meglepetésként készült, tehát nem mertem arra, amerre ők próbáltak, megjegyzem, január óta próbálnak, és ha megjelentem véletlenül ott, akkor elhallgattak. Egy kicsit kiközösítve éreztem magam, és akkor mondták, hogy ne haragudjak, ez most meglepetés számomra, legyek boába, legyek ebbe, legyek abba, és akkor ez így. Hát így adjunk elő magunkat, tehát amennyire nekem sikerült persze. A farsangi mulatság hagyományos azért már itt az intézmény falain belül, mi az, ami idén új vagy más, vagy kellett-e mást szervezni, mint eddig? Nem kellett, gyakorlatilag minden évben januártól készülnek, mindig újat, és ami nagyon tetszik nekem, tehát ők nem a szokásos beöltözködés, hanem ők hozzák egy jeleneteket, amit látták, tehát ők ezt nagyon komolyan veszik. Az idősek legaktuálisabb problémáikat is belefogalmazták a műsorukba. Rizsre szaftot akarunk! Rizsre szaftot akarunk! Jókedv és odafigyelés. Ez kell ahhoz, hogy az idősek kreatívak és vidámak maradjanak. Engem mindig meglepnek, mert mindig valami újat. Akárhányszor jövök egy-egy ünnepségre, nyilván az alkalomhoz illő és méltó programokat állítanak össze. Ami engem meglepett most különösen, az, hogy mennyire jókedvűen csinálták, és mennyire bele tudták élni magukat, és van humoruk. Ez annyira jó, hogy még az idős emberekben is van humor, és ezt ki tudják adni. Tehát nagyon aranyosak voltak. Azért itt egy nagyon nagy közösségről beszélünk, és ezzel együtt egy nagyon nagy felelősségről is, hogyha arra gondolunk, hogy ezeket az embereket bizony itt a Széchenyi városban el kell látni. Igen, hát ez egy nagyon nagy család, mint ahogy mondtam is. Én azt gondolom, hogy itt nagyon jó helyen vannak az emberek, akik ide bekerülnek, ez bizonyítja, hogy itt egy nagyon jó vezetés is van, egy nagyon jó szakmai csapat, aki foglalkozik az idősekkel, illetve azokkal, akik ápolásra szorulnak, mert óriási a várólista. Tehát gyakorlatilag kielégíthetetlen az az igény, amennyi lenne ide a Margaréta otthonba, hogy bekerüljenek. Tehát mindez bizonyítja, amit itt láttak is, és hát én, akinek van lehetősége arra, hogy most már évről évre figyelemmel tudom kísérni az itt folyó munkát, gondozást, ápolást, én csak jót tudok mondani. Mennyire fogalmazzák, vagy mennyire merik megfogalmazni az idősek az igényeiket, mennyire mernek mondjuk önhöz fordulni, hogyha valami ügyes, bajos dolguk van? Általában, amikor engem megkeresnek, mint ahogy itt láttuk, a legfontosabb az ő számukra, hogy az az étel, amit kaptak, az minőségileg, mennyiségileg elfogadható legyen, és amit itt az étlap tanács,
előadott, abban visszaköszön mindaz a kérdés, kérés a részükről, ami valóban az étlaptanácsüléseken elhangzik. A Margaréta otthon lakói egyéb hétköznapi problémáikkal is megkereshetik bármikor a terület önkormányzati képviselőjét, de Engert Jakabné hozzátette, gyakoribb, hogy pozitív visszajelzést kapnak. Az idősek szívesen mutatják ki örömüket, a Vidám Híradó végén a zene és a tánc sem maradhatott el. A Margaréta nyugdíjas otthon lakóit Csongrádi Béla bűvész is meglepte, aki a közönséget is bevont a játékaiba. Hókusz, pókusz, 1, 2, 3, becsukott szem, elforgom. Hókusz, hókusz, na megnézzük, hogy hogy sikerült a mutatvány. Most elmondjuk azt a varázsigét még ráadásul, hogy bebiztosítsuk hangot, hogy prics, pracs, prucs, és a fejünk fölött megfordítjuk a kort. 1, 2, 3, prics, pracs, prucs! A műsor előadói végül a legnagyobb ajándékot is átvehették, a hangos kacajokat és a vastapsot. Bűvészből, vidámságból nem volt hiány a Margaréta otthon lakóinál, azonban azt gondolom, hogy érdemes kimozdulni a szabadba, hiszen megjött az igazi jó idő, és most már a meteorológusok is azt ígérik, hogy tartósan itt a tavasz. Hogy milyen kikapcsolódási formákat érdemes választani, nos, szerintem önnek a képernyő mögött is biztosan van jó ötlete, de azért néhány tippet mi is nyújtunk majd. Így például holnap a Dombra egy nagyon jó pofa sétát szerveznek, úgyhogy ha szeretnének csatlakozni, főleg a hölgyek, akkor mindenképpen keressenek rá az interneten a Nők a csúcson kezdeményezésre. Több tippünk is lesz majd, igaz, azokat jövő hét szerdán, ugyanitt a Siesta-ban mutatjuk be önnek.